A mangalicát az 1700-as években tenyésztették ki az osztrák-magyar monarchia területén. A cél az volt, hogy az embereknek olyan sertést hozzanak létre, amely magas energiatartalmú táplálékot biztosít. Sőt, a melléktermékét is felhasználták, akár mosószappant is készítettek belőle. Ma már kicsit változtak a táplálkozási trendek, de a mangalica úgy tűnik továbbra is fontos élelmiszerforrásunk. A mangalicában valamennyi a fehérjénket felépítő úgynevezett eszenciális aminósav megtalálható, kompletten megtalálható. Számos olyan zsírsav van a mangalicában, linolén sav bizonyos típusa, amely antioxidáns hatású, és ebből adódóan a szív- és érrendszeri betegségekben, mint funkcionális élelmiszer, fontos szerepet tölthet be. Egy felnőtt embernek a napi koleszterin igénye 300 mg. 10 dek a mangalica szalonna 130 mg-ot tartalmaz, tehát mértékkel történő fogyasztása fontos élelmiszerforrásunk. Szombaton a Múzeum faluban az is kiderül, hogyan készülnek a különböző ételek mangalicából. Meg lehet ismerkedni a bontási technikákkal, a technológiákkal, meg lehet nézni azt, hogy milyen volt régen ez a bizonyos körömreszedési módszer, és hogy mennyivel zsírosabb, vagy zsír nélkülibb és szárazabb az elkészült, a mangalicából készült étel, és hogy itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy klinikai kísérletek, illetve klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy valamennyivel egészségesebb a mangalicából készült ételeknek a sokasága, és ezeket a kiváló termékeket fogják a kollégáink zsűrizni. Ezek a finomságok nem csak a zsűri számára lesznek elérhetőek, a látogatóknak is jut majd belőle. A résztvevő csapatok közel 15 ezer adag étellel készülnek. Minden zsűrizésre kínált étel jelen lesz a kóstolókban is. A májas húrka, véres húrka, kolbász, hagymás vér, toroskáposzta, több csapat készül levesekkel is, különböző levesekkel is, említeném itt az ismert orjalevest, illetve a savanyú levest, ami belszervekből készül, illetve desszertek is kóstoltatásra kerülnek majd. Ezt a közönség úgy tudja megtenni, hogy a több helyszínen lesz 500 forintos egységáron kóstolójegy értékesítve, és azt tudják beváltani ételekre. Húscsapat már biztosan részt vesz majd a főzőversenyen, kettő ráadásul határon túli. Kaplonyból másokat gyára érkezik csapat, a nagykaposiak pedig második alkalommal képviseltetik magukat Nyíregyházán. De a múzeumfaluba kilátogatók közt is akad majd szép számmal külföldi vendég. Nekünk ugye nagyon fontos a turizmus, meg a látogatók. Ilyenkor télen ez még, ugye még a gyerekcipőben jár, hiszen az emberek a telet vagy valamilyen sípályán töltik, vagy otthon, meg ilyen fesztiválokon. És nekünk nagyon jó a kapcsolatunk a Hungest Hotels-szel, és a Hungest Hotels ugye a második alkalommal áll be ebbe a Böllér versenybe olyan szinten, hogy kiajánlja egész Magyarország területén ennek az óriási szállodaláncnak a foglalásokat, és azt hallottam, hogy igen magas a részvételi kedv a Magyarországon belül és távolról érkező honfitársainknak is. A 4. nyírségi disznótoros fesztivál és 20. nemzetközi böllérverseny szombaton reggel 6 órakor nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Idén mohácsi busók, panyolai alakoskodók és népzenészek felvonulása színesíti majd tovább a fesztivál hangulatot. Emellett pedig helyi termelők vásári forgataga és népi játszótér is várja majd az érdeklődőket. Az önkormányzat ezúttal is ingyenes buszjáratokat indít a rendezvény helyszínére.